Itt a szerb nagykövetség előtt hallgassuk meg a 64 vármegye ifjúsági mozgalom egykori délvidéki vezetőjének, a Mi Hazánk mozgalom jelenlegi tagjának, Kispalkó Szilveszternek gondolatait. Kedves magyar honfitársaim, jó újra viszont látni benneteket. Benneteket, hazájukat szerető és hazájukért tenni akaró embereket, akik minden évben eljöttök, hogy együtt emlékezzünk és emlékeztessünk a magyar nemzet legnagyobb tragédiájára. Már több mint egy évtizede annak, hogy először álltam itt a szerb nagykövetség épülete előtt, Trianon felvonuláson, kezemben egy petícióval. Idén már a 22. alkalommal kerül megrendezésre a Trianon felvonulás, de létjogosultsága azóta sem csökkent. Trianon fájdalma és hatásai a mai napig jelen vannak. Mondhatnánk úgy is, hogy velünk élnek, hiszen ott vannak a mindennapjainkban. Továbbra is magyarok milliói élnek jogfosztottságban, és továbbra sem sikerült tartós gyógyírt találnunk a trianoni sebekre. Nyugodtan kijelenthetjük hát, hogy semmi sincsen rendben. Ma ismét össze kellett gyűlnünk, hogy hallassuk a hangunkat. A nemzetünket ért példátlan igazságtalanság ellen. És itt leszünk jövőre is, mindaddig, amíg a Kárpát-medencében lesz akár egyetlen olyan magyar honfitársunk, akinek a jogaiért meg kell harcolnunk. Számunkra június 4-e nem a barackfada közös éneklését, és nem az ünnepet jelenti, hanem a gyászt. De tudjuk, hogy a halál után van feltámadás. Ez adhat nekünk erőt és hitet ahhoz, hogy képesek legyünk a megújulásra, és jövünk biztosítására itt, a Kárpát-medencében. Jó magam elsősorban a délvidéki helyzetről szeretnék beszélni. Jó pár évvel ezelőtt, mikor a délvidéki magyar verésekről volt hangos a sajtó, nem gondoltuk volna, hogy éppen Szerbia tekintetében tudunk majd pozitív fejleményekről beszámolni. A többi elszakított nemzetrésztől eltérően itt látszódik ugyanis egyedül elmozdulás a magyar-szerb kapcsolatokban. Úgy fest, Szerbia lépéseket tett a mindent megmérgező sovinizmus leküzdéséért. Az ukrán kormánnyal ellentétben legalább nem akadályozzák, még ha nem is túlzottan segítik az anyanyelvi oktatás gyakorlását, vagy az anyaországi támogatások célba érését. Sokszor azonban a szerb-magyar barátságról szóló hangzatos kormányzati bejelentések közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni a máig jelenlévő problémákról. Még mindig nagyon sok a tennivaló. Hiába vannak ugyanis papíron hangzatos jogaink, ha annak gyakorlati megvalósítása továbbra is csak álom, mondhatnánk, hiányos. Ilyen a kétnyelvűség, a részarányos foglalkoztatás, de még mindig várat magára a 44-ben, 45-ben kivégzett több tízezernyi magyar áldozatnak szentelt emlékhely fölállítása. Sajnos még mindig nem érte el célját a több évtizede tartó önrendelkezési küzdelmünk. Ezek mind megoldásra várnak. Mindezeken túl viszont sokkal, de sokkal komolyabb probléma a magyarságos sújtó népességfogyás. Demográfiai katasztrófával nézzünk szembe, és ezt részben Trianonnak köszönhetjük. Nemrég jelentek meg a legújabb népszámlálási adatok Szerbiában. 11 év alatt közel 70 ezer magyarral vagyunk kevesebben a délvidéken. Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyarok száma 11 év alatt 28%-kal csökkent. Sajnos ez a probléma az egész Kárpát-medencében jelen van. Ha nem teszünk ellene, elveszünk. Az anyaországban is még lesújtóbbak lennének ezek a problémák, ezek az adatok, ha az áttelepülő külhoni magyarok nem javítanák a statisztikai adatokat. Sajnos a jelenlegi kormány sok esetben csak mint erőforrás, mint munkaerő tekint a külhoni magyarságra.
nem gondolva arra, hogy átcsábításukkal ellentétes hatást ér el. Mi elszakított területeken élő magyarok vagyunk ugyanis a végvárak őrzői, ahogy a történelemben oly sokszor, most is ránk hárul ez a nemes feladat. Ha mi elveszünk, az anyaországnak is megvannak számlálva a napjai. Ki kell hát tartanunk ebben a nemes küzdelemben? Ez az igazi patriotizmus, és ez a követendő példa. Szülőföldön maradni és családot alapítani. Ez viszont fontos, hogy hátországként mellettünk álljon egy erős anyaország, határozott és bátor vezetőkkel. Nem az okokról és hibákról szeretnénk ma beszélni, hanem a megoldás keresésről. Ugyanis csak ez visz minket előrébb. Vajon mit tudunk tenni? Úgy gondolom, az évezredes küzdelmek belénk kódolták a túlélés ösztönét, nemzetünk a nehéz helyzetekben a történelem viharai után mindig újjá tudott születni. Legyen az tatárjárás vagy törökdúlás. Erre van szükségünk most is. Hagyományos értékrendünk és a család intézménye folyamatos ösztűz alatt áll, és legújabban már a gyermekeinket sem kímélik. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom segítségével Kárpát-medencei gyermekmozgalmat indítunk, mert számunkra a gyermekek a legfontosabbak, ők jelentik a jövőt. Fontos, hogy időben megismerjék a közösséghez tartozás és a hazaszeretet felemelő érzését, hogy megfelelő értékrenddel felvértezve helyt tudjanak állni ebben a globalizált, önmagából kifordult világban. Ez nemzetünk megmaradásának az áloga. Folytatnunk kell hát küzdelmünket, ha kitartóak vagyunk, sikerülni fog. Fel a győzelemre, Veszprém Trianon!